amikor van egy csajod, akit már vittél egy párszor, meg nem hülye a motorokhoz, tehát így tudja, hogy üljön rajta, meg kiszólsz neki az ablakon, kicsim, tudd már odébb a motorom, mindjárt jönnek a kukások, hogy ne legyen nekik, nehogy felborítsák ők a motoromot, hogyha odébb teszik. Persze, édesem, rögtön odébb, hova toljam? Az út másik felére, az utca másik felé told át, köszi, tolom! És mi lesz belőle? És a csaj, nem jött össze! Ezért kaptál otthon, ezért szolgatni kell a nokedlit egy darabig, amíg ez megbocsátásra kerül. Fú, jó, hát nagy baja nem lesz, de azért, amikor egy karcmentes motort megborítasz, azért az baj. Akkor elmondok egy sztorit, jó? Valamikor, de tényleg már nagyon-nagyon rég, még 90-es évek vége, volt egy olyan csajom, akinek volt egy zsírú R6-osa. Nekem még pont nem volt motorom, mert épp akkor eladtam, és még nem vettem másikat. És hát azért füzögetni kellett egy darabig, hogy adjam már oda egy kicsit, hadd menjek el motorozni. Nem, mert izé lesz, mert te így csinálsz a motorra, meg úgy, meg baja lesz, meg egy karc lesz rajta, meg... Jaj, hagyj, ki, miért? Nézzé már, akkor is nagyon tudtam. Én, mi baj lenne? Hát elmegyek egy haverommal. Elmentünk, végül is odaadta, spannommal valóban elmotoroztunk Sümeg környéke, ott van egy selkút, tankoljunk. Csak én az voltam szokva, hogy az én előtte lévő motoromnak a standerét, azt úgy kellett kifeszegetni, egy kicsit nehezebben nyílt, és így erővel kellett kitolni. Megfogtam is ilyen kis letyegett az R6-osnak a standere, vagy nem letyegett, csak hát új volt a motor, és így belerúgtam, és így ting! Majd ezt a mozdulatot láttam, hogy a standere nyílik, majd abban a pillanatban azt már nem vettem észre, vissza is csapódott, én megfogtam, azt elengedtem a motort. Kb. Ugyanilyen borult, hát lett rajta karc. Soha többet nem kapta meg a motort, egy méterre se. Az volt az első, kétszer kapta meg, először meg utoljára. Úgyhogy szerintem a csaj is egyébként, ha nem az övé volt a gép.